Kedves testvérek, igen nagy fába vágtam a fejszét, mert rövid idő adatik arra, hogy valamit én most a keresztény katolikus magyar irodalomról szóljak, de hát miután ez a mai nap a fölvidéki magyar katolikusoknak egy ilyen kulturális és lelki napja is, jó beleillik ebbe a gondolatkörbe azt, hogy néhány szemenvényt elővegyek abból az irodalomból, amit jobbára papok írtak, méghozzá a magyar nyelven. Hozzá kell tenni, hogy azért van ez kihangsúlyozva, mert volt olyan papköltő, gondolok egy Janus Pannoniusra, aki latin nyelven írt. Itt Deákiban nincs olyan ember, aki ne tudná azt, hogy a legősibb magyar írás itt fedeztetett föl. Prai György jezsuita szerzetes találta meg azt a kódexet, amelybe bekötve találták meg a halotti beszédet. Azt viszont talán kevesen tudják, hogy ebben a kódexben most egy világhírre tett kép is található, méghozzá a Krisztus halotti leplének egy nagyon korai ábrázolása. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert néhány évvel ezelőtt a úgynevezett C14-es módszerrel talán olyan részleteket vizsgáltak meg a torinói lepelből, ami későbbi betoldás volt, és sokan azt mondták, hogy hát ez egy középkori hamisítvány, és kiderül ebből a könyvből is, amit 1193 tájékán írtak. A szerzője valószínűleg Bizáncban is járt, és egy képet készített a halotti leperről. Én színesben, mert színesben van eredetileg, kimásoltattam ezt a képet, amely ábrázolja Jézus halotti leplét és sírva helyezését. Itt hagyom majd, közszemlére meg lehet nézni. Tehát ez abban a kódexben van, amelyik tartalmazza a mi legősibb magyar szövegünket. Eddig legősibbet, ugyanis mindig van újabb és újabb felfedezés. A kalocsai érseki könyvtárban 160 ezer könyv van, 90%-ban régi könyvek, sok kódexünk is van, de könyvtárosaink buzgalmából szinte minden évben, de van úgy, hogy fél évben találunk egy olyan részletet, írást, amit nem ismertünk, és valamikor világpéldány, egyedi példány, latin nyelven, de Magyarországon sem ismerik. Most el tudom képzelni azt, hogy a magyar nyelv területén is még mélyebbre, vagy régebbi időre visszanyúl majd egy szerencsés megtaláló. De most jelen pillanatban a Prai György által felfedezett kódex őrzi a halotti beszédet, amiből hát rekonstruált változatok vannak, mert úgy olvasni átlagember nem tudja már. De aki megfejti, akkor annyira érthetővé teszi, hogy egy intelligens magyar ember a gondolatait tökéletesen átérzi, és tudjuk erről a kódexről, vagy erről a beszédről, hogy voltak latin mintái. Tehát egyben műfordítás is volt már. A műfordítás az mindig a legnemzetibb feladat, mert ha egy nyelvre lefordítanak egy idegen nyelvből való művet, akkor az csak annak a népnek szól. Ugye a legnemzetibb volt a halotti beszéd, amikor az a pap lefordította, és valószínűleg, hogy a Deáki templom egy ilyen festményén is látható, hogy ott állnak a sírnál, és a pap prédikálja. A másik időben hozzá közeleső az Ó Magyar Mária síralom, hát az itt 100 évvel később íródott, ugye a tatárjárás után, arra
pedig úgy találtak rá, hogy az első világháború után ilyen jóvátétel volt külföldön, és a németeknek át kellett adni egy csomó könyvet, és a könyv átadásakor találták meg, és Löwenben egy irodalomtudós fölismerte, hogy ez nem indoeurópai írás, meg nem latin írás, hanem valami magyar írás lehet, és ő, hát ezt a verset, ami igen kiérett formája már a magyar versnek, valószínűleg, hogy papi ember által íratott, az első vers emlékünk a fájdalmas Szűz Máriáról. Említettem, hogy utána aztán az irodalmunk eléggé hiányos, de magyar írások mindenképpen születtek, mert a prédikációban az irodalmat vagy az evangéliumot nem lehetett másként felolvasni, hát nem értette volna meg a nép. És tudjuk azt, hogy Báthori László, pálos szerzetes az 1400-as évek végén Mátyás király kortársa volt, a Budaszentlőrinci kolostorba a teljes szentírást magyar nyelvre lefordította. Protestáns testvéreink szokták mondani, hogy ők fordították le először. Hát a Károli annyiban első, hogy eredetiből fordította le, de Báthori László lefordította a teljest, csak elveszett, mert a Budaszentlőrinci kolostort, ez ott a Hársegy tájékán van Pesten, földúlták a törökök. Tehát magyar nyelvű írások voltak, csak vagy eltűntek, vagy most nincs a kezünk ügyében. János Pannonius, aki, hogy így mondjam, most lett újra tevetve egy 3 vagy 4 évvel ezelőtt, hát én búcsúztattam őt, vagy 500 év távlatából, tudnék, akkor ő föllázadt a Mátyás ellen, mert a Mátyásnak a hódító politikáját kifogásolta, hogy megy Bécsbe, meg Prágába, meg össze-vissza, miközben a török ott van a határon, és többet magával föllázadt ellene. Egy fiatal, hogy így mondjam, nepotizmusból, tehát ilyen unokaöcsi kapcsolatból lett püspökké, Pécs püspöke lett. Nem sok vallásos írása van neki, kétségtelen, mert hát ilyen humanista világszemléletben írogatott, de attól kezdve kinevezték püspökké, szemérmes verseket írt. Tehát onnét, igen, hogy is mondjam, keresztény ember számára is olvasható versei voltak, latin nyelven írt, fölfedezték a Székesegyház restaurálásakor, mert ott temették el majdnem titkon, és újra temettük egy 3 évvel ezelőtt, és hát engem kértek meg, hogy kellőképpen méltassam 500 év múltán János Pannonius, úgyhogy életem egyik nagy temetése volt, hogy egy ilyen püspök költőt eltemethetik, illetve búcsúztathatom, idézve latin írásait, amit például az édesanyjának a halálára is írt. Itt a reklám helye. 150 verset én összegyűjtögettem Magyar Zsoltárok címen. Egy-egy példány itt Fölvidéken is olvasható belőle, apát úr tud róla, hogyha valaki később igénylik, akkor esetleg beszerezzük, mert ez egy keresztmetszet az általam nagyon kedvesnek tartott versekből. Van benne azt hiszem János Pannonius vers is. Vásárhelyi Andrásnak a nevét, ha így nem is ismerjük, de énekeljük, mert szoktuk azt az éneket énekelni, hogy angyaloknak nagyságos asszonya. Ismerjük ezt az éneket? Ugye? Benne van a Szent Vagy Uramban is. Ő a Mohácsi csatában esett el, ferences szerzetes volt, őrzi a Szent Vagy Uram éneke ezt az énekét, de sok más verset is szerzett. Aztán Baróti Szabó Dávid, jezsuita szerzetes, ő indította meg a Kassai Magyar Múzeumot, nem épületre gondolok, hanem egy olyan hát, irodalmi termékre, ami folyóirat volt. És lefordította Vergiliusnak az éneiszét magyar nyelvre.
Dugonics András, a nagy nyelvművelő, piarista szerzetes volt, hát ő több ilyen iskoladrámát is szerzett, de nagyon nagy nyelvművelőnk is volt, és ő a 18. és 19. századnak a fordulóján élt, összeszedte a Szeged környéki adomákat, a népi mondásokat. Nagyon, nagyon emlékezetesek, amiket az akkori magyar ember mondott. Meg hát legyen egy kis humor is a mostani előadásomban. Följegyezték róla, kérdezi a diákjait, hogy most, hogy a teátrum eljött ide Szögedébe, előadják a szép Helénát, mögnő nézzék, mert rettentő szemörmetlen. Én már hetedször nézem, de még mindig elbírulok. Hát aztán a Révay Miklós piarista szerzetes, időmértékes verselésnek volt a meghonosítója magyar nyelven. Mert ugye a latin időmértékes, ugye kétféle verselést ismerünk, úgy nagyjából a rímest, tüzesen süt le a nyáron a sugára, ugye? A másik meg az a, tudom én, boldog időkben sokasodnak a barátok, ugye, időmértékes. És ő volt az, aki az időmértékes verselést lefordította, révai, vagy magyarra ültette át. Nagyon szép versei vannak, és nyelvújító volt. Mert a magyar nyelvben ilyen szavak, hogy gömb, háromszög, meg hasonlók, amik főként a természettudományban volt, hiányoztak. Faludi Ferencről is meg lehetne emlékezni. Jelenleg a jezsuitáknak a anyaháza őróla van elnevezve, és így a népies költészetünknek, Aranynak, Tompának, Petőfinek lehetne azt mondani, hogy előfutárai voltak. Virág Benedek, a Pálos szerzetes, egyébként a Pálosok elég sok költőt adtak, a legmagyarabb rend volt, hiszen magyar földön indult el az ő életük, aztán a török miatt kiszorultak, Lengyelországban voltak sokáig, és az első háború után tértek vissza Magyarországra. Virág Benedek a magyar bölcseleti lírának volt az atya, a szent öreg. Ott Budán, ha járunk a vár alatt, ott van a ház, ahol lakott. Aztán Ányos Pál, szintén a szerzetes, aki hát a második Józseffel, igen, szembe került a kalapos királlyal. Gyönyörű szép verse van neki a boldogságos Szűz Máriáról, az édes hazáért. Verszegi Ferencet is meg lehet említeni. Cucor Gergelyt, a bencés szerzetest, a riadó versét írta a szabadságharc idején, ami börtön szenvedett. Tárkányi Béla, Mincenti Gedeon is nem árt, hogyha ismerős előttünk, hiszen a Szent Vagy Uram könyvünkben nagyon sok ének van tőlük, akik papköltők voltak. Tárkányival egyébként maga Petőfi is nagyon jó kapcsolatban volt. Amikor egri kispap voltam, egy kisebb tanulmányt írtam is arról, hogy hogyan zajlott le a találkozásuk, mert Tárkányi abban az időben úgynevezett száraz káplán volt Egerben, mert nem ért el azt a korhatárt még, hogy pappá lehessen szentelni, de akkor is volt benne költői véna, és hát írogatott, és Petőfi direkt eljött, hogy meglátogassa Tárkányit. A 20. század pedig igen nagy ilyen papköltő termő időszak volt, elég egy Csík Sándorra, Mécs Lászlóra, Harsányira gondolni, és többekre, akiktől egy-egy verset idézni. Csík Sándort még láttam gyerekkoromban. Ott lakott a testvére, a Gyóni apát az Árdába, és jött látogatni, éppen bérmálásom volt, és akkor találkoztam vele 61 őszén, vagy valahogy így, igen. Persze én akkor nem tudtam, hogy ő kicsoda. Később ismertem meg Sík Sándort,
Őtőle csak egyetlen verset idéznék, majd egy öregkori verse. A rakéta útja. Ugye, Sík Sándor a természettudományt is figyelte, és onnét is vette a hasonlatait. A cserkészetnek írta sok szép versét. A rakéta útja. Lassan lehajlik pajzs tartó kezem. Nem támadok, és nem védekezem. A tarka-barka vásár véget ért, nem nyújtózom már földi dolgokért. Nem fürkészem, és nem hivogatom, a sorsomat sem. Jöjjön, fogadom. Emberkéz után sem nyújtok kezet, minden lépésem hozzád vezet. És rajtuk bennük ahhoz, ami más, minden ember jelkép és látomás. Nem is én megyek, csak úgy visza van, s én alázattal vitetem magam. Mert a rakétám útja rendelé, az űrön túli tengerek felé. Hasányi Lajos, Győrbe volt kanonok. A hanságnak a költője, mondhatnánk azt, megénekelte a falusi életet, ilyen igazi abbé-szerű papi ember volt, 1957-ben halt meg. Egy versét választottam, a falusi templomok illata. Tényleg a templomnak van egy érdekes illata, amiben kemeredik a tömjén a virág illat, és a vers megértéséhez szükséges azt tudni, hogy régen az örök mécs az nem villany volt, ugye nem, hanem mindig öntöttek olajat bele, és hát ott a ilyen olaj is volt, oda mindig mentek mindenféle ilyen bogarak is, és így lehet majd kiérezni a verset. Egyébként ezzel kapcsolatosan van egy kalocsai érseki adoma, bizonyos várdai püspök elment templom látogatásra, és nem találta égve az örök mécset, mert a pap elfelejtette föltölteni olajjal, és megjegyezte, hogy szükséges az, hogy a mécses örökké éljen, égjen. Ennek ugye kettős értelme van, tehát nem csak annak a lobogó kis lánynak, hanem az életünk mécses, ahogy a Jézus mondja, hogy virrasszatok és imádkozzatok, hogy készen legyünk. Ugye a szó nagyszerű kettős értelmében, hogy várunk, de úgy is, hogy befejezett az életünk, nem torzó. Falusi templomok illata. Barokk templomban ódon sejmű zászlók, rajtuk búza virágból nyári koszorú. Alattuk nép, magyar, daszos és szomorú. De a zászlókon Szent Istvánok s Lászlók. A templom forró, jószagú és álmos. Egy-egy öreg szem lassan lecsukódik. Izsó, lilium, fonnyat szagabódít. Az örök mécs körül kis méhe száldos. A pap miséz, az urat fölmutatja. Térden a nép. A roppant pillanattól eláll az orgona dübörgő hangja. Majd felviharzik újra, ezer ajkról. Nagy boldogasszony, árva népek anyja. Ne feledkezz el a szegény magyarról. A költészetben Mécs László is igen ismert és kiváló előttünk. Ő Magyarországon élt, Fölvidéken született, de Magyarországra került, premontrei szerzetes volt, nagy műfordító is, és költők közül az, aki börtönt is viselt. Annak idején Illyés Gyula megtámadta őt, hogy olyan verseket ír, amit úgy szavalni lehet. Mert ő maga is nagyon szeretett szavalni. Mécs László gyönyörű férfi ember volt, fehér reverendába, kék cingurussal, gyönyörű lobogó hajjal, úgyhogy a hölgyek igen élvezette hallgatták, és a verseit is előadta. Most az Illyés Gyula a személyre vetette, hogy olyan verseket ír, ami
hát ilyen szavalható. Őt börtönbe csukták, és bántotta az íjést, elment hozzá bocsánatot kérni élete végén, mert semmi bűne nem volt Mész Lászlónak, és mégis lecsukták. Fényt hagyni magunk után. Az élet örök búcsúzás. Ó, bárcsak tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a Messiás. Belé szeretni a szívekbe, apostolokba, mártírokba, hogy átadják a századoknak, a századok az ezredeknek fényt hagyni, mint a Messiás. Vagy legalább, mint az anyák, kik egyre jobban megragyognak, minél sötétebb lesz az éj, és minél jobban porlanak a bánat barna hant alatt, fényt hagyni, mint a jó anyák. Vagy legalábbis, mint a nyár, amely almákba és diókba szerette édes álmait, és édességével világít a hosszú-hosszú tér alatt. Fényt hagyni, mint a drága nyár, vagy legalábbis, mint a nap, melyet elnyelt az alkonyat, de a legbússabb éjben is világít még a gyöngyvirágban, a liliumban, mézsvirágban, az életünk oly tünéken, ó, szent fényni hagyni volna jó. Ezt még 937-ben írta Mész László. Azután nem irodalmi történeti ismertetésre nincs idő, csak egy-egy verset emelek ki. Mentes Mihályt is ismerjük. Több verse benne van a Szent vagy Uramban. Engemet Isten szeret. Akit az emberek szeretnek, addig él, míg minden hű szívet el nem temetnek. Akit a nemzetek szeretnek, addig él, míg a nemzetben új fiak születnek. Bár a földön senki ne szeressen. Örökké élek, mert szeret engemet az örök Isten. Tűz Tamás Amerikába ment ki, Makó Lajos volt neki a korábbi neve, fölvette ezt a költői nevet. A kinti magyarságnak volt ő írója, költője, jegyzik őt a magyar irodalomban. Az Ország című versével emlékeznék rá. Aki most vagy, már nem leszel soha. Emberi síkon nincsen ismétlődés. Beomlik minden bástya, minden lőrés, betemeti a múlt időpora. Isten irgalma szükség esetén bearanyozza bánatos szép orcád, csak hogy eljöjjön mégis az az ország, minek ott voltál már a kezdetén. De sejtelmed se volt, hogyan mi végre juthatsz el majd a túlvilági fényre, míg fölnyitottad néma zongorád. Csak a szeretet dialektikája, ami átvisz az el nem múló mába, és aztán már valóban nincs tovább. Csanád Béla, talán még sokak számára ismerős, az Új Emberbe is sokat írt, tanárom volt, mint tanár, nagyon nehézkesen beszélt. Olyan lassan, hogy a Tömörkény István parasztja is hadarnak ahhoz képest. De olyan műfordításokat és olyan összegzéseket, mint a Csanád Béla, kevesen írtak. A szónak nem volt mestere, de az írásnak igen. Hosszú vers. Most nem olvasom el. A 90-es években, mikor még élt, Szent István királyról, Hol vagy István király, írt egy döbbenetes verset, ami tökéletesen idézi a mostani állapotunkat, hogy hogy jutott ide a globalizált Európa, akkor megtagadta az értékeit, és minden gyökeret elvágott, ami a keresztény módjához kapcsolódik.
Csodálatos és hatalmas vers, ebbe a gyűjteményben én belevettem. Most egy versét olvasnám föl, éjszaka van. Éjszaka van, midőn az angyal Jákobbal küzd szent próbatétben. Nem engedlek, míg meg nem áldasz. Hol van az én erős reményem? Éjszaka van, midőn a cinkos az igazat halálra adja, s azóta mennyi éjszakában sötétlik árulók haragja. Éjszaka van, mikor a nemzet vergődik, nem lel önmagára, s mert kufár árulók vezérlik, s múltját, jövőjét nem találja. Egész éjszaka fáradoztunk, semmit sem fogtunk, mondja Péter. Evezz a mélyre, mondja Jézus, s megtellik hálójuk reménnyel. Ez is egy ilyen nemzeti vers, ugye? Mert az országért aggódik a költő. Puszta Sándorról is meg kell emlékeznem. Leányfalun élt. Sok szép verset hagyott maga után, ott volt plébános. Van egy verse, ami Petőfi versére a szeptember végénre rezonál. Azt ismerjük, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Egyébként Petőfi ezt a gondolatot, hogy elhal a virág, elmúlik az élet, elirannik az élet, ezt Izaiás prófétától vette. Ugyanis Petőfi jól ismerte a Bibliát. Éppen hallottam evangélikus híradóba, hogy egy evangélikus iskolába járt, piarista gimnáziumba is járt. Petőfi Sándor, még hozzá Pestre. Még nyílnak a, ezt írja Puszta Sándor. Még süt a nap, még nyílnak a virágok. A madarok is szólnak. Azért ez már nem az igazi. Már tegnap sem volt az. Az előtte is gyanús volt, és a jóval az előtti már régóta nem az. Azért a madár már nem úgy szól. A tegnapi sem úgy szólt. És nem úgy szólt a tegnap előtti. Már réges-rég nem úgy szól. Csak az angyal szeme ugyanaz. Szemeim mögött, ahogy a hegy mögül figyel, és nem sokára hazahív. Jelenések könyvére való utalás ez. Úgyhogy már semmi se az, az öregedő ember mindig mondja, már nem az, már semmi se az, már semmi, mindig már nem az az íz, nem az az életked, már. Ugye tanárom mondta annak idején, öreg ember úr, figyeljék meg, hogy a fiatalkor ízei mások. Az öreg emberi. Na már unja magát, azt már semmi is jó neki. Egyébként ezt csak úgy mellesleg mondom, hogy a mennyország ezért nem lesz unalmas. Miért? Mert amikor az ember változtatni akar, az az öregedés jele. Az öreg ember ül, aztán föláll, akkor lefekszik. Már semmi is jó neki. A gyerek még azt mondja, dobjál föl. Mindig mondja az apjám, az apja unja. A fiatal szerelmesek nem azt mondják, hogy na hagyjuk abba, újra találkoznak. Mert a ismétlés vágya az örökké valóság vágya. És ezért nem lesz unalmas az üdvösség. Akkor egy ilyen hangulatú verset, Gát István. Egy igazi abbé volt az öreg, ismertem. Jó barátom volt. Pedig volt köztünk 50 év differencia. Jött hozzám az én plébánosomhoz, és mikor előbb jött, akkor Vergiliusról, meg Aeschylusról, meg mindenről beszélgettünk, és akkor mindig mondta, azt mondja, tudod, a káplánom nagyon rendes ember, de ilyenről nem tudok vele beszélgetni.
És ő is még fiúmében született, jogásznak indult, Babicsot, az régi klasszikusokat ismerte, és egyik utolsó verse, maradj velem. Maradj velem, ha utcák vadonában, nyüzsgő tömegben társadalom bolyongok, és összefog mindenki ellenem. Bűn, buktatóin, ne botoljék lábam, védőn, mint vándort ráboruló lombok, takarj be, s fordíts befelé szemem. Maradj velem, s kísértetes magányom rénységeit rám zúdulni ne engedd, nincs hajladozóbb nátszál kívülem, s ha lelkem tépelődve sok talányon testem törékeny cserében szenved, szép szavaidra nyisd meg a fülem. Maradj velem, ha uttalan utakra terel a képzelet vad vágtatása, ha nyugtalan szív tétován vezet, s kalandok fényei után kutatva, nyugalma sírját esztelenül ássa, tedd homlokomra hűsítő kezed. Maradj velem, ha elragadna lázam, fékezz, ha vérem és vágyam csihol még, sötétre szürkít már az alkonyat, mind mélyebbre kell magamat alázzam, s ha rossz ritmusra hamisan dalolnék, te szólj helyettem, s vedd el hangomat. Maradj velem, ha éj sötétül kintben, és benne elmerül, és semmivé lesz dal, ifjúság, barátság, szerelem, ha mindent elhagyok, s elhagy minden, örök szépségre, s ifjúságra élesz, s maradj örökre te, csak te velem. Sok szép verse van a Pista bácsinak, meg kell emlékeznünk a börtönköltészetről is. A börtönben is írtak verseket. Dénár Dődön atya 18 év 6 hónapot ült börtönben. Piarista szerződés volt. Többször találkoztam vele életemben, és ő az Akció Katolika révén hát benne volt így a társadalmi mozgalmakba, piarista szerzetes lévén ifjúsággal is foglalkozott, és ezért csukták le 3 alkalommal is. És a börtönbe írta ezt. Ki 5 évnél nem tölt el többet, ennek a pokolnak szutykos mélyén, ha jók az idegei, még rendbe jöhet. De ki 8-10 évig itt körbejártál, aki voltál, nem leszel már. Kiket 15 évre hoztak ide, legyetek irgalmasok hozzájuk, s lőjétek tarkon őket izibe, s ha nem így lesz, csodát tett az Isten. Tűzön mentél hozzá, s nem, mint Péter vízen. Van egy másik börtön, ott megjárt papköltőnk is, Nagy Miklós. Ő 50 körül volt a börtönbe. Karácsony a rács mögött. Lábújhegyen a rácson át lesküdtem, most ünnepli az emberkünk karácsonyát. A csönd, magány és vaksötét mélyében én is vágytam az ég mosolygó kisdedét. A folyosón a rács előtt az őrnek unott lépte, darabolgatta az időt, porlasztotta az álmait, álmatlan éjszakának, amit az ősi vágy telít. Jöjjön, ki barlangban aludt, penést, posthasztó szalmán, megszentelni ezt az odut, és várni azt, amit ígért, a szalmás jászolában, a mosolyát, a melegét, és várni, hogy már ideben, lassan átmelegedjék a sorsom alatt a szívem. Másik karácsonyi üzenete, ugye nem csak a magányos embernek rossz a karácsony,
betegnek, hanem főként a börtönben lévőnek. Én katonaként éltem meg, amikor betettek kifejezetten szolgálatba, mondta a tiszt, hogy nehogy éjféli misét csináljon. Mondtam, hogy én papna vendég vagyok, ó, maguktól mindenki telik. Mondta, és hogy ottan őrködtem az éjszakában, ott vártam, és egy ilyen nagy katonai rádión valaki külföldi adón megtalálta a híres német éneket, a Stirenát kezdetű éneket, a csendeség, és csak úgy szórakozásból igen erősen hát zúgatta. És akkor úgy megvilágosodott előttem, hogy a karácsony üzenete, az börtön, meg katona laktanya falán, meg mindenütt át tud hatni. Karácsonyi üzenet. Éjfél. Harangszó száll a börtön rácson át, a nép ünnepli messze szent karácsonyát. A hívő nép, mely annyi baj között, reménye szent várába költözött. Velük tartunk, mint folyóval a part, már a börtönőrség is a rács fogva tart. Tőlük soha semmi el nem szakít, egyé forraszt velük az ősi tiszta hit. Fényárban áldják ők a kisdedet, mi pálott szalmán, úgy ahogy lehet, nem jelzi más, csak összetett kezünk, szent éjszakánkra így emlékezünk, mikor feltűnt a csöndes égi vény, pásztor tüzet keresve égi fény, s a földi lég szomjazva szedte szét az angyaloknak égi énekét. Elment a súlyos lábú porkolába, emlékezzünk, simádkozzunk tovább, s ahogy egy csillag fényét veti rám, szívem mindenkinek békét kíván, s mintha megnyílna most a végtelen, s a rács is nyílni volna kénytelen, csöndes kiullásként itatja át a kegyelem sorsunkat, az Istent váró füllett éjszakát. Meg kell emlékeznünk még Szabó Ferencről is, és bár nem papköltő, de mindannyiunk számára ismert Pilinszky János, aki sokat írt annak idején az Új Emberbe. Ez a Gáb Pista bácsival történt, amikor beszélgettünk, hogy de nem értem ezt a Pilinszkyt. Ugyanis a Pilinszky úgy fogalmazta verseit, mintha valaki írna egy verset, és minden második sort kihúzna. És össze kell rakni, gondolkodni kell rajta. Nem értem. Hát egy öreg ember volt a Pista bácsi. Olvastad már a Szögés Olaj című kis esszéit? Hát nem volt még kezemben. Ez régen volt már miakkor. Odaadtam neki. Ó, ez nagyszerű. Mondja Gáb Pista bácsi. Na mondom, te aki így tud prózát írni, az nem írhat hülyeségeket versbe. Csak meg kell fejteni. A Pilinszky úgy írt, hogy gondolkodjunk, és lecsupaszította a szavakat, és a cizelláltságokat. Ezért lehet őt külföldön, hogy így mondjam, jól misszionálni, mert egyetemes gondolatokat vesz elő. Ha mi, tudom én, magyar költészetből lefordítjuk az Alföldet, az nekünk magyaroknak sokat mond, de mondjuk egy külföldinek nem sokat. De amikor egyetemes emberi tartalmakat vesznek elő, akkor nagyszerű lehet. És hát, ugye, itt a nagy gondolatok, a pontos szavak, azok teszik versét igazán örökérvényűvé. Introitus, ez a címe, jelenések könyvére való utalással. Kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig, emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni, kimerészelne közülünk,
és kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében. Ki mer kutatni? És hogy mer puszta kézzel? És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra? A bárány az, ki nem fél közülünk, egyedül ő, a bárány, kit megöltek, végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. Aki a jelenések könyvét ismeri, az tudja, hogy honnét veszi a gondolatot, egy olyan egyetemes könyv a végítélet, kinyílik az élet könyve, hol még a szentek is félnek, ugye, mondja a középkori himnusz, én szegény, ott mit remények, hol a szent is alig él meg. Kinyitódik a könyv, kimerészeli még nyitni a bárány, a hétpecsétes könyvet, és trónra száll. Szóval egyszerre egy rettenetes vers, és ugyanakkor vigasztaló. Nekem itt a kiszabott időm az igencsak eljár, és nem szabad visszaélni. Még egyet felolvasnék Szabó Ferenctől, most is élő jezsuita atya, hosszú ideig a Vatikáni Rádiónak volt a bemondója, sok könyv írója volt, többek közt hatalmas pázmány monográfiákat is írt, és ő az, aki a gráci teológiai működését is leírta és elemezte, ugyanis a magyar kutatók, miután ma kevés olyan ember van, aki egyszerre tudjon latinul és ismerje jól a teológiát, a barokk teológiát, és abból készítsen egy monográfiát, tehát erre vállalkozott Szabó Ferenc atya, aki Pázmánynak a teológiájáról most is kiadott egy nagy könyvet, de ugyanakkor kiváló költő is, és műfordító is. Őtőle olvasni egy verset, az a cím, hogy Szuszcipe. Mivel ő jezsuita, Szent Ignácnak arra a szép imájára utal itten, hogy fogadd el, Uram, szabadságomat, ugye Szuszcipe. És legyen talán a záró versünk. Szuszcipe. Ágoston és Pascal tanítottak. Magadhoz teremtettél engem. Önmagát túl szárnyalja az ember. Mindig tudtam. Te vagy a forrás, és te vagy a tenger. Szívem addig nyugalmat nem lel, míg hozzád el nem ér. Mindig éreztem. Akkor is a hűtlen távol jártam tőled, s balgán áldoztam a bálvány isteneknek. Szívemben ott sajgott az égősebb, megjelöltél, s tiéd vagyok. De most izzó villámod újra belém égette, bálvány isteneket nem imádhatok. Amíg a vágy és a félelem rabja vagyok, feléd szabadnom, szabadon nem szárnyalhatok. Éges ki belőlem minden vad vágyat, szabadíts meg a szorongástól, vedd vissza szabadságom, tőled kaptam, tiéd. Csak szeress és szeresselek, ez nekem elég. Dicsértessék a Jézus Krisztus!